Miniszterelnök úr, elmítette többször, háromszor. Meg lesz az a három? Az esélyek azok felénk billennek, de olyan esély, ami saját magát beváltaná, olyan nincs. Tehát minden az emberek kezében van. A választópolgárok fogják eldönteni, hogy mi történik. Ez így volt az országgyűlési és így volt az európai parlamenti választáson is. Magyarország egy demokratikus jogállam, az emberek el fogják mondani, hogy kit szeretnének a városok és a falvak élén látni, illetve a megyei közgyűlések élén. Én azt remélem, hogy akiket oda megválasztanak, azok kellő támogatottsággal végezhetik a munkájukat, vagyis hogy a nap hátralévő részében sok magyar választópolgár megy el. Úgyhogy önökön keresztül is arra buzdítok minden magyar választójoggal rendelkező honfitársunkat, hogy legyenek kedvesek és menjenek el szavazni. Mennyire sikerült a mozgósítás, mit gondol? Én nagyon be vagyok mozgatva, hogyha szabad így válaszolnom erre a kérdésre. Ha mindenkit úgy mozgósítottak, mint engem, akkor nagy baj nem lehet. Nekünk van egy nagy közösségünk, ezt sosem rejtettük véka alá. Ez egy harcban edződött közösség, méghozzá a vereség okozta harcban edződött közösség. A 2002-es parlamenti választás elvesztése után a polgári, nemzeti és keresztény érzelmű emberek egy nagyon erős politikai közösséget hoztak létre. Polgári körök hálózatán keresztül elsősorban ismerik egymást, összejárnak, ez egy nagyon erős élő társadalmi szövet, és amikor bármilyen közös ügyéről van szó az országnak, ez lehet egyébként egy békemenet, ez lehet egy nemzeti ünnep, de lehet éppen egy választás is. Ez a közösség, ez mozgósítja saját magát. Ez a mi politikai hátországunknak a legnagyobb ereje. Komoly elvárásokkal rendelkezik egyébként ez a közösség, ez a polgári nemzeti keresztény közösség a politika felé. Mi igyekszünk ennek eleget tenni, és egyelőre még sikerült megtartanunk a bizalmukat. Úgyhogy abban bízom, hogy ez a közösség saját magát mozgósítva egy sikeres mozgósítást is végrehajt majd, és azt tudjuk mondani, hogy ez a közösség, ez a fontos pillanatokban továbbra is mindig egymásra talál. Miniszterelnök, sokszor támadták emiatt a választási rendszer, szóval Most alkottuk meg az újat. Én egy komoly fegyverténynek tartom, és a magyar közvélemény és a magyar választók nagy többségének igényét kielégítő döntés volt, hogy a politikusok létszámát a felére csökkentettük. Tehát az új választójogi törvény mind a parlamenti, mind az önkormányzati, annak a népi igénynek a kielégítése érdekében született, hogy 50%-kal csökkenteni lehessen a politikusok számát. Ez megtörtént. Most majd kiderül, az előttünk álló években eldől, hogy lehet-e fele annyi politikussal is irányítani az ország életét, mint korábban. Ezt majd meglátjuk, ne előlegezzük meg az eredményt. Én abban bízom, hogy lehet, ezért is vágtunk bele ebbe a változtatásba, ezt 4 év múlva látni fogjuk. Egyébként azt gondolom, hogy a rendszer maga minden próbát kiállt ez idáig. Köszönjük, a többit majd este. Okay, meg egy kérdés, hétfőn esetleg már lehet tudni konkrétumokat, hogy mit tervez a kormány, milyen változásokra lehet számítani a jövőben? Hát azt tervezzük, hogy túljutunk a választáson először is. Ez most minden más kérdést megelőz, majd utána. Uraim, további szép napot! Szép hétvégét, önöknek!